Tehát kérem szépen, az történt, hogy nem vettek fel a konzervatóriumba a középiskolát, aztán kénytelen voltam Madách Imre gimnáziumba járni utána, ebből következően, ami egyébként jól sült el végül is, nem volt szó, csak hát nekem ez egy kettes számú tervben volt. 12.000 forintért vásárolt a Google, és ez lett belőle. Én 91-ben kezdtem el hát rendszeresen fellépni, de már előtt 89-90-ben már lépegettem időnként. Sőt, már előtte is volt egy-egy alkalom, de ilyen ez valami egészen-egészen minimális. Azt tudom, hogy voltunk egyszer Hajós András barátommal, mint osztálytársok, ugye mi együtt kezdtük ezen. Fölhívtak egy reggel, hogy jöjjek így ide, de már mondjuk nem tudtam úgy címet, azt nem. 93-ban volt az első, 92-ben léptünk fel Eszvált Tilosazába, az volt az első olyan koncert, amikor kiléptünk abból a kőkosos sűrözőből, hogy máshol is játszottunk, Tilosazá volt az első ilyen hely. 93-ban pedig a Bacsek István harmonikás, aki a zenekarnak volt a harmadik tagja, ő egy szólólemezes lehetőséghez jutott, és azon is volt alkalmazás, és ez volt az első hangon felvétel, ami hivatalosan megjelent. Négyben pedig a Palermo Boogiegennek az lemeze játszottam, és valamint megkezdtük egy énekesének, a Dorogi Barbarának a lemezének a fölvételét. 94-ben pedig meg akkor csatlakoztam az akkor már két éve működő Dr. Walter Robrikers nevű akusztikus blueszenekarhoz. És hát mégis én mindig blueszenekarban játszottam egészen az utóbbi egy-két évig. Már mindig szerettem olyan más csinálni. Hát szerintem ezek voltak az igazi induló pontok. Meg aztán? Hát most azokat tudjátok. Hát ez well documented szerintem.